Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére és a Budapesti Gyógyfürdő kezdeményezésére született egy ilyen döntés, amihez mi is csatlakoztunk, hogy rekordkísérletet dönt a hazai fürdők. Elindították, hogy jó pár évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt már volt erre egy rekordkísérlet, akkor 10 pár darab fürdő vett részt ebben a rekordkísérletben, most 39. Ennek mi is részesei lettünk. Minden Magyar Fürdőszövetség által született kezdeményezésre részt szoktunk venni. Ez a rekordkísérlet gyakorlatilag arról szólt, hogy az országban a fürdők, akik csatlakoznak, együtt 5 percig vízipisztoly csatát vívnak. Mi a hullámmedencét jelöltük ki erre a rendezvényre, és a számlálásunk alapján 234 fő vett részt az 5 percet együtt töltve vízi csatázni. Nyilván az volt a kezdeményezés, hogy a vendégek, a fürdőket ne csak, hát hogy is mondjam neked, ne csak csúszdázásra, meg napozásra, hanem egy kicsit visszacsöppenjünk egy régi korszakba, hogy a vízipisztoly csatákat, amiket vívtunk, hogy mennyi mindenre jó a fürdő, és akkor így született ez a, hát hogy is mondjam, rekordkísérletre az ötlet, hogy csináljunk egy ilyen kezdeményezést. Készülnek a számadatok, van, amit már tudunk, az egyéni rekordkísérletet Hajdú Szoboszló döntötte meg, ott vízi csatáztak a legtöbben egy időben, 1225 fő volt együtt egy medencébe bent. Úgy néz ki, hogy most számlálják, de már most látszik, hogy a 39 fürdő megdöntötte az előző rekordkísérletet, mert most már több ezren, még nincs pontos számadatunk, több ezren vettek részt az országban ezen a eseményen. Guinness rekordon. Ez Guinness rekordon, igen.